Malakura egy izgalmas családi műzikel, amely nem csak gyermekekhez szól. Egy nagy erdő tele állatklánokkal, akikre számtalan veszély leselkedik, akiket kalandok sora vár, miközben megküzdenek a hatalomért, a Vadakura címért. Vona Tibor az ötletgazda és az alkotócsapat kreativitása az előadás minden pillanatában tetten érhető. Van egy bulvársztori része a történetnek, ugye nekem három fiam van, mindig el szoktam mondani, hogy a legidősebbet telibe kapta az Oroszlán király, középsőt a dzsungel könyve, a legfiatalabbnak valamit kellett, ki kellett találni, és akkor ebből lett a Vadakura. Régóta érlelődött bennem Sebestyén Áron zeneszerző közös bevonásával, aki Dés Lacival ugye a dzsungel könyve dolgozott együtt, és dolgozik együtt mai percig nagyon sokat, hogy kéne valami új, valami frissebb. Innen kijutni is nehéz lesz, ha? Nem úgy hazajutni. A darabban megtapasztalhatjuk, hogy az erdőben bizony bármi megtörténhet. Még az is, hogy Balkó a farkasok vezére is behódol és elfogadja Agyart, az ifjú vaddisznót az erdő urának, aki nem csak azuka a varacskos disznólány szívét hódítja meg, hanem az erdő lakóiét is. Mindez kiderül a fülbemászó dalokkal teli mesemusicalből, amely kicsiket és nagyokat egyaránt elrepít a képzelet varázslatos világába. Érdekes kirándulás mindig állatok bőrébe bújni a színpadon, mert egyfajta kettősséget vet föl, hogy mennyire éljük át azt a szerepkört, hogy mi négy kézláb próbáljunk meg közlekedni, mint ahogy az állatok többsége, vagy inkább azokat az állati tulajdonságokat próbáljuk meg ráhúzni azokra az ember által életre keltett állati figurákra, amiket esetleg össze tudunk így fésülni az állati és az emberi életből, és mi inkább ezt választottuk. A mesében természetesen meglakol a gonosz, jelesül Agoni Szurfi, aki számára a természet az erdő nem más, mint egy hely, ahol büntetlenül kiélheti gyilkos hajlamait, amelynek aztán, mint a jó mesében, megállt parancsol a jó. Azért örülök a lehetőségnek, ugye én Agonis vagyok ebben az előadásban, Agonis a vadász, mert pont az ellenkezője, mint én. Ez a vadász, ez egy vérengző, fennevad, egy kegyetlen, ugye ez az egész előadás az állatok szemszögéből van bemutatva, az ő életük van igazából megmutatva, és ebben én egy negatív figura vagyok. Na de hát én tök jó fejcsávó vagyok, úgyhogy ebből a szempontból ez egy igazán fantasztikus lehetőség volt, nekem egy nagy kihívás volt, ráadásul egy nagyon jó nótát kell benne énekelni. A musical ötvözi és kínálja a szeretnivalót, a veszélyekkel és katartikus pillanatokkal bőven dúsított történetet, amelyhez a tematikus díszlet és a látványvilágot biztosító vizuális élményt egy ízigvérig 21. századi megoldásokkal dúsított LED-fal díszlet hivatott biztosítani.